Ismeretes, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa törvénytelenül működik. Egy tag lemondásával jelenleg nem teljesíti a törvényi feltételeket. A törvény világosan fogalmaz. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa úgy kell, hogy összeálljon, hogy abban a külső tagoknak meg kell haladniuk a belső tagoknak a számát. Ezt a feltételt most nem teljesíti. Minden döntés, amelyet a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa meghoz, jogilag támadható, és ez pénzügyi kockázatot rejt magában. A Magyar Nemzeti Bank működése természetesen nem ebben az egy vonatkozásban törvénytelen. A Magyar Nemzeti Bank betű nevében a bank szót nyugodtan kicserélhetjük a bűnszövetkezet szóval, hogy a rövidítéssel ne kelljen bajlódni, ne kelljen újabb fideszes cégnek megrendelést adni az MNB táblák lecserélésére. Ez a bank több száz milliárd forintnyi közpénzt tol ki alapítványokba, alapítványokon keresztül haverok, rokonok zsebébe. Most már az ügyészség is nyomoz, nyilvánvaló, hogy a Magyar Nemzeti Bank tevékenysége minden ponton sérti a törvényeket. Változatlanul az a követelésünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének távoznia kell, ezzel egyúttal a monetáris tanács aránya is helyreállnak.